Tisztelettel köszöntöm honlapom látogatóit. 2016. március 22-ét írunk, keddi napot. Nagy héten tartunk, lassan itt van húsvét vasárnap. De előtte, mint tudjuk, nagy csütörtök, nagy péntek. Nagy csütörtök az utolsó vacsora napja, és péntek a keresztrefeszítés napja. Poncilus Pilátus alatt rómaiak feszítették keresztre Krisztust. Az utolsó pillanatban még megszavaztatták a népet, hogy megkegyelmezzenek, vagy keresztre feszítsék, és miután cirkusz szeretett volna látni a nép, Krisztust keresztre feszítették. Előző előadásaimat, 7 előadásom van fönt az interneten, dr. Müller Károly előadása. Mindig fejből mondtam, kicsit spontán módon, ahogy eszembe jutottak a dolgok. Most készültem egy kicsit, papírokkal készültem, mert felolvasást is szeretnék tartani. Kezdeném azzal, hogy a Csongrád megyei honos újságunk, a Dél-Magyar, megkért mindenkit, aki betegségéből, súlyos betegségéből, fölépülőben, vagy gyógyuló félben lévén, hogyha óhajtja, köszönje meg orvosának, hogy őt meggyógyították. Engem meggyógyítani nem tudnak, mert vesebeteg vagyok, végstádiumi vesebeteg, én egy héten háromszor járok dialízisre, ez 3x4 óra. Mit írtam a Dél-Magyarnak? Ők mondták, mondjunk köszönetet orvosának. Köszönetet mondtam, még nem jelent meg a Dél-Magyarban, de azt mondták, hogy torlódások vannak, majd valamikor megjelenik. Fölolvasnám. Életre ítélve. Végstádiumi beteg, vesebeteg vagyok. Dialízisre járok 2012 tavasza óta. Miért kell köszönetet mondanom? Pontosan kinek is? Kiknek is? Olyan sokaknak, hogy felsorolni lehetetlen. Akik ismernek, tudják, hogy nem szoktam túlozni. Igyekszem rövidre fogni. Köszönetet mondok dr. Ondrik Zoltán tanár úrnak, aki az utolsó pillanat után határozott mellkasszúrással behelyezte a centrális katétert a szívem mellé. Köszönetet mondok a 2. kórház 3. emeletén dolgozóknak, akik ápoltak. Köszönetet mondok a betegszállítóknak, akik 8 napon keresztül hordágyon cipeltek. Köszönetet mondok dr. Túri Sándor professzor úrnak és csapatának, akik végtelen empátiával végzik a dialízisemet a mai napig. Dr. Túri Sándor nyugdíjasként választott szakterületével a nefrológiával foglalkozik. Végtelen türelemmel, empátiával végzi munkáját. Reménytelen sorsú emberek érdekében dolgozik. Amilyen a prof, olyanok a segítségei. Társaim közül többen mondják, mi halálra vagyunk ítélve. Nem igaz, mi életre vagyunk ítélve. Végül köszönetet mondok Cirának, aki az utolsó pillanat utáni pillanatban ezt a makacs szinglit beszállította a klinikára. Hogy autentikus legyen a vége, köszönettel. Ez volt az a cikk, amelyet szerettem volna, hogyha Dél-Magyarban megjelenik még húsvét előtt, de valószínűleg ez nem fog megtörténni. Miért is kezdtem én előadásokat tartani az élelmezésről, az egészségtudatos táplálkozásról? Azért, mert mint állatorvos a hivatásomnak megfelelően dolgozva látom azt, hogy törvényes lehetőségeket biztosít, mondhatnám úgy is, hogy az uniós szabvány, de világszabvány ez, Amerika, Európa és ugye a társult országok, ezek a civilizált területek olyan anyagok felhasználását engedélyezik, amik lassú mérgezést okoznak. Az élet értelmét, az egészséget
és az egészséges életet veszik el szép lassan. Olyan lassan veszik el, hogy tulajdonképpen azt mondják, hogy civilizációs betegségek ezek, pedig nem azok, ezek azoknak az anyagoknak a felhasználása miatt alakulnak ki, amik vízmegkötő, zsírmegkötő néven belekevernek a élelmiszerünkbe. Ezekhez tartozik még a másik csoport is, a tartósítószerek. A mai hullák nem bomlanak. A mai hullák nem bomlanak, mondják a korbonctanon, mondják a krematóriumban. Az akadémikusok, akik ugye engedélyezték a tartósítószereket, azt mondják, hogy a tartósítószer kiürül a szervezetből. Ha kiürül, akkor a mai hulla is bomlana. Nem ürül ki. Tehát higgyenek a tényeknek, nem ürül ki. Ugyanígy a vízmegkötő és a zsírmegkötő, ezek mérgek. Foszfát vegyületek. Akinek van lehetősége, nézzen utána. Foszfát vegyületet. Azt mondják, hogy a mosószerünkbe se használjunk foszfátos mosóport, mert a természetet tönkreteszi. A mi kolbászunkba, szalámunkba, sőt, a sonkánkba is belekeverik. És itt kapcsolódik majd az előadásom mondani valója a húsvéthoz, a húsvéti szokásokhoz. Ezt a felvételt Szegeden, a Szeged-Csanádi Egyházmegye udvarán, a templom udvarán, a Szegedi Fogadalmi Templom udvarán vesszük föl. Tóbiás Klára, alkotó, művésznő, alkotása a Magyar Piéta. A Magyar Piétát Farkas András és családjának szervezésében, az Egyházmegye támogatásával, és még jó néhány ember támogatásával 1956 emlékére állították, ahol a szenvedő nőt akarták megjeleníteni. A szenvedő, mondhatnánk így is, Szűz Mária emlékére, húsvét táján ez a helyszín nagyon autentikus. Ahhoz, hogy a szenvedést lehessen megjeleníteni. A szenvedést, azt a szenvedést, amit orvosaim egy jó része ugye nem élhetett át, mert ők nem voltak ilyen vesebetegek, nem is tudják azt, hogy ezek a vesebetegek tulajdonképpen mit is éreznek. Elmondhatom őszintén, hogy szinte olyasmit, mint amikor az embert keresztre feszítik. Iszonyatos kínokat áll ki. Iszonyatos kínokat áll ki addig a pillanatig, amíg szakorvosok kezébe nem kerül, és megpróbálják az állapotát normalizálni. Nem meggyógyítani, csak megfelelő élet lehetőséget biztosítani neki. Eljutottunk idáig, és eljutottunk oda is, hogy én, mint vesebeteg, tulajdonképpen már régen elmehettem volna rokkant nyugdíjba, most már betöltöttem a koromnak megfelelően nyugdíj évet, és még most is azt mondom, hogy én nem megyek nyugdíjba, mert nekem még dolgom van. Addig van dolgom, amíg azok az emberek, akiket el tudok érni, nem hagyják abba. Ezeknek az élelmiszernek nehezen mondható táplálékoknak az megevését. Higgyék el nekem, aki vízmegkötőt, zsírmegkötőt tesz a termékeibe, az a saját zsebét akarja csak növelni, a bevételét. A mai világban azt mondják, hogy ha 5% profit van egy terméken, az jó. Vegyék tudomásul, hogyha a kolbászba, szalámiba nem tesznek zsírmegkötőt, vízmegkötőt, az néhány nap múlva 10%-ot veszít a súlyából. Ha pedig tesznek bele vízmegkötőt sonkapácolásnál, akkor 1/2 kiló vizet még belenyomnak a sonkába, és egy grammot nem veszít el, és miután tesznek bele nátriumbenzoátot is, hogy jobb, nátriumglükamátot, ízfokozót,
és emiatt olyan finom lesz, hogy a paraszt sonka meg sem tudja közelíteni azt a finomságú sonkát, amit tulajdonképpen nem volna szabad megenni. Tehát húsvétra döntsék el, hogy megveszik-e ezt a pácolt sonkát mindennel megspékelve, vagy megkeresik azt a lehetőséget, hogy kistermelőtől vásároljon valódi, ehető, tisztességes élelmiszert, táplálékot. Szeretném elmondani azt, hogy egy szatmári plébános pap verses imájából tudom meghatározni azt, hogy én mit érzek, és miért is teszem ezt. Tehát Merk Mihály szatmári pap verses imája. Nem engedhetem meg, hogy a kereszt szívemnek nehéz legyen. Nem engedhetem meg, hogy a kudarcok legyőzzenek. Nem engedhetem meg, ellenfeleim gyengének nézzenek. Nem engedhetem meg, hogy szívemben a szeretet lángja kiégjen. Nem engedhetem meg, hogy a kard a kezemből kiessen. Nem engedhetem meg, hogy fáradt, csüggett, reménytelen legyek. Nem engedhetem meg, hogy a sötét felhők elnyeljenek. Nem engedhetem meg az e fajta gyöngeségeket. Én arra születtem, és ezt komolyan is gondolom, hogy elűzzem a sötét, fáradt felhőket, hogy felébresszem a megláncolt szíveket, hogy reményről beszéljek a csüggedőknek, hogy felemeljem a leverteket, hogy szeressem azt, akit megvetnek, gyűlölnek, hogy hitről, szeretetről, áldozatról beszéljek. Én csak azért élek, hogy gátat állítsak a szennynek, lelketlenségnek, hogy álljak a cserben hagyott őrhelyeken, hogy a keresztet vivőknek segítsek, hogy a magányosnak fülébe súgjam, veled megyek, igen, életem célja egyetlen értelme, hogy hirdetője legyek, hogy harcosa legyek, hogy építője legyek, egy szebb, emberibb, igazabb jövőnek. Komolyan gondolom, és nagyon szépen leírja a plébános úr ezeket a gondolatokat, amivel nagyon egyet lehet érteni. Itt van a szenvedő, a magyar piéta. Hányszor szenvedett a magyar, hányszor szenvedtek a magyar anyák? És hányszor fognak még most is szenvedni tovább? Eltelt 25 év, 90 a rendszerváltozás óta, és közben megtanulta a magyar nép is, hogy mi az, amikor nem kellően gondos, nem kellően gyanakvó. Hányan vettek föl még gondolatlanul hiteleket, hányan veszítették el állásukat, jövedelmüket úgy, hogy ezt követően nem bírták már fizetni a különböző költségeket. Nostradamus 1540 táján írta a verses kis jövendőléseit, amikre utána később azt mondták, hogy hopp, ezt is megjósolta, azt is megjósolta. Még a New Yorki World Trade Center-i ikertornyoknak a lebombázását is állítólag megjósolta. És ezt írta. A nagy hitel az arany és ezüst bősége. Elvakítja az élvezetvágy által a tiszteletet, ismerté lesz a hízelgés a bűnnek, ami átmegy az ő nagy gyalázatába. Tehát a nagy hitel, arany, ezüst bősége átmegy az ő gyalázatába. Folytatni kellene a húsvéti megemlékezést.
Húsvét csütörtök estére szántam én egy összejövetelt, egy előadást, de miután a tavasz itt elég gyorsan érkezik, a hallgatóim nagy része nem igen ér rá, még dolgozik. Dolgozik a nagy héten egészen húsvét vasárnapig, és úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen ezeket a mondatokat elmondani, így is lehet hármasban a kamerával és a Piéta szobor mellett. Én azt kérném, hogy jöjjenek most el velem, megmutatom azt a kis Müller piacot, ahova az általam meghívott kistermelők járnak, és élvezhető élelmiszert árulnak. Lassan egy éves, betöltötte az egy évet a Müller piac, fönnmaradtunk, sokáig nagyon veszteséges volt, de most már éppen nullára kifutunk. Szeretném elmondani, hogy Csongrád megye kormánybiztosa, dr. Juhász Tünde tud a kezdeményezésünkről, és támogatja is, tudja azt, hogy 90 óta, mióta ez a sok nagyipari élelmiszer ránk ömlött, meg ötszöröződtek a hasűri megbetegedéseknek a számai. Ugyancsak dr. Holubán Csilla, Szeged járás hivatalvezetője tud ezekről a dolgainkról, és ő saját magának az élelmiszert kis ételhordóba behordja hivatalába, és azt eszi meg. Nem eszi meg azt, amit a nagyüzemi élelmiszer előállítás, mint menzakosztot ad mindenkinek. Tehát ők már válogatnak. Nem eszik meg azt, amit tulajdonképpen az emberek tömegének adnak úgy, hogy a fogyasztói társadalom ráveszik azzal, hogy olyan finom dolgot állítanak elő, amiből a szükségleten fölül fogyaszt mindenki, és az emberek egyik része, egyharmada túlsúlyos, egyharmada elhízott, egyharmada cukorbeteg, egyharmada szívérrendszeri beteg, és nem tudják, hogy mitől van, nem is nagyon kérdezik meg, megpróbálják gyógyítani. De ezeket csak megelőzni lehet. Kérem, jöjjenek el, nézzék meg egy kicsit a mi kis piacunkat, és utána, nem sokára, húsvétkor, húsvét vasárnap este, önök is vágják meg azt a sonkát, amit megvettek maguknak és a családjuknak nagy szeretettel, és akkor esetleg jusson eszükbe, hogy biztos élelmiszert vettek. Menjünk a piacra!